kaptam egy VR szemüveget, és nem úgy kaptam, hogy nesze influencer, itt a VR szemüveg, aztán élj vele boldogan és csinálj róla mindenféle tartalmat, hanem egy tök jó program keretében került ez hozzám. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a srácra, akit Erdős Sanyinak hívnak, egy fiatal orvos, most már mondhatom, hogy orvos, mert hogy lediplomázott, és volt nálam vendégként a Szertár Podcastben is, forgattam vele egy videót, meg többek között a FameLab versenyen is lehetett vele találkozni, ahol a saját kis álmát osztotta meg mindannyiunkkal, méghozzá azt, hogy szeretne azoknak a gyerekeknek segíteni, akik valamilyen tartós betegség miatt állandóan kórházba vannak láncolva. Az én álmom orvosként az, hogy lebontsam a kórház falait. Egy daganatos gyermeknek a kezelése akár egy éven keresztül is eltarthat. Ilyenkor az immunrendszerük gyengülése miatt nem mehetnek közösségbe. Az én feladatom az, hogy amikor a kórházba vannak, ne a kórház fehérre messzelt falait bámulják, hanem elkísérem őket egy mesevilágba. Hát nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy milyen, hogy nem mehettek csak úgy ki a szabadba akkor, amikor szeretnétek. Hát mondjuk nem csak este 8 és reggel 5 között, hanem úgy általában, mert hogy a betegségetek miatt nem nagyon tudtok érintkezni a többiekkel, nem tudtok részt venni olyan programokban, amiben egyébként részt vehetnétek, és Sanyi éppen azt találta ki, hogy mi lenne, ha ezeken a gyerekeken VR játékokkal segítenénk, hogyha VR segítségével helyeznénk át őket egy olyan világba, ahol egy kicsit szabadabbak lehetnek, és ebből írta a szakdolgozatát is az orvosin, és nagyjából az az eredmény jött ki, hogy a gyerekek egy csomó mutatóban sokkal, de sokkal jobban teljesítenek, hogyha játszhatnak ilyen különböző játékokkal, úgyhogy Sanyi nem adta fel, hanem keresett mindenféle szponzorokat, meg támogatókat maga köré, és elkezdtek fejleszteni különböző játékokat, amivel a gyerekek szorongásait lehet oldani. Most pedig kitalálták azt, hogy a VR a falakon át, illetve az OncoVR közös akciójaként, itt vannak ezek a logók, csinálnak egy jótékonysági kampányt, amiben bevonnak 20 gyereket, illetve 20 felnőttet, hogy próbáljanak meg egy adott játékban megmérkőzni egymással, aztán megnézzük, hogy ki kapja a több pontot. Hát én nem vagyok egy túl nagy gamer, sőt egyáltalán nem vagyok gamer, azt hiszem, hogy 17 éves koromban játszottam utoljára így aktívan számítógépen, talán Need for Speed vagy Duke Nukem volt, nem tudom. Aztán így egyik pillanatról a másikra ez így nyisz, kikerült az életemből, azóta se kerültem vissza ehhez, viszont ez egy tök jó kezdeményezés, a linkjét megtaláljátok a videó leírásban, ahol természetesen adományokat is fogadnak, hogy minél jobb játékokat tudjanak fejleszteni, és minél több gyerekhez eljuthatassák ezt az élményt. Valószínűleg iszonyatosan béna leszek, de ez egyáltalán nem zavar, mert bízom abban, hogy a többi 19 felnőtt az nálam jobban teljesít. Itt van például Járai Márk, aki mindjárt megnézzük, hogy hány pontot ért el, 8710. Szóval, hogyha legalább annyit el tudok érni, mint Járai Márk, akkor teljesen elégedett leszek, ha többet, akkor meg örülök neki. Na, nézzük a játékot! Jó. OncoVR, az Onco az nyilván a rákra, a VR pedig a játékra utal. Ez a kis sárkány Mandy lesz a segítségemre. Kiválasztjuk a karaktert, hát ezt a szőke fickót szerintem Sanyiról mintázták. Lehet, hogy van ekkora egója, hogy magát rakhatta bele a játékba. És ezek azok a szörnyek, amiket le kell majd küzdenem. Na most ezt onnan tudom, hogy őket kell leküzdenem, mert Sanyi egy tutoriál videóban elmondta, amit nekünk küldött ki, és azt is, hogy a kettes játékkal kell játszani. Hát túl sok info nincsen így a játékban szövegesen, hogy mit kellene csinálni, illetve mire kellene számítani, de szerencsére kaptunk egy részletes instrukciót. Azt hiszem, ide kell lőni erre a pálmafára, hogy elinduljon. Igen. Gondolom a gyerekeknek a kórházban azért elmondják, hogy mi a feladat. Be azon se lennék meglepődő, hogy odaadjuk a kölyköknek a VR szemüveget, aztán kapásból tudják, hogy mit kell csinálni. De mondom, nálam elég régen volt a játékos korszak. Most mit kell? Ja! Ott a sárkány. Ja, ezt kell megnyomni. Kilőttem egy gyógyszert. És ezzel a gyógyszerrel kellene eltalálnom azokat a kórokozókat. Mondjuk azért is jó, hogy így láthatóvá teszik játékos formában ezeket a kis patogéneket, mert így legalább a gyerekek tudnak valami képet alkotni arról, hogy mi az, ami ellen küzdenek éppen a valóságban. Hát nyilván nem mindenkinél
kórokozók vannak, azért nagyon sokan vannak, akik valamilyen daganatos betegséggel küzdenek, amik ugye nem feltétlenül kórokozókkal hozhatók összefüggésbe. Gondolom ezeket az aranypénzérméket gyűjteni kell. Ezeket a vöröskeresztes pénzeket. Mi ez a youtuber lehet, szóval azt eltalálod? Az lettem. A vörös keresztnek nem vörös kereszt, mert egyrészt aranyszínű, másrészt a vörös kereszt az nagyon háklis arra, hogy a szimbólumokat túl használják, teljes joggal, mert hogy ha túl van használva, akkor olyan krízis helyzetekben, mint például egy háború, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy itt vannak a jó fiúk, rájuk ne lőjetek. Mert hogy a vörös keresztnek azért valahol ez lenne, sőt ez a kitűzött célja, hogy ilyen helyzetekben tudjon segíteni. És ha mindenütt vörös keresztes szimbólumokkal jelöljük az egészségügyi dolgokat, akkor értelemszerűen túlhasználtá válik ez a szimbólum, úgyhogy ha nagy szükség lesz rá, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Ott van egy, az fel lehet robbantani? Ó, ez rögtön felrobbantott nekem mindent, ez jó. Jó, hát nem tudom, hogy mi az, amire lőni kell, én lövök mindenre biztos, ami biztos. Mondjuk remélem ezek nem antibiotikum, mert nem antibiotikum tabletták, mert akkor elég erősen hozzájárulunk most a rezisztencia kialakulásához. De ha mindegyiket elpusztítjuk, hogy még esélyük se legyen rezisztenciát kialakítani, akkor nincsen nagy gond. Viszont ott láthatjátok, hogy mosódik bele a tengerbe meg minden. Nem biztos, hogy jól átgondolták ezt a játékot, hogy ez az üzenet, amit közvetíteni kéne, de most megyünk a forgatókönyvvel. Ezek a szemetek egyre gyorsabban jönnek. Sanyi azt mondta, hogy ha hosszabb ideig tartom lenyomva a gombot, akkor tudok változtatni a dőlésszögen. Viszont nekem ez annyira nem jön össze, úgyhogy csak lövöldözök, mint a hülye itt a vakvilágban. De a kis sárkány örül neki. Ja, ha mindig eltalálok valamit, akkor ez dob egy hátraszaltót, vagy tol egy flikket. Sanyi egyébként elmondta a Fémlab előadásán, hogy amikor dolgozott az eredmények értékelésén, mármint a gyerekek eredményeinek az értékelésén, akkor rádöbbent arra, hogy ezt lehet, hogy magán is kipróbálhatná, amikor a karanténban nagyon bezárva érzi magát és szorong emiatt. És kipróbálta a VR szemüveget, és neki is állítólag sokat segített a bezártság érzésének a csökkentésén. Tudom, ez ilyen anekdotikus érvelés, ennek nem fogunk így kapásból túl nagy bizalmat szentelni, de hát azért lehet, hogy van benne valami. Most nem azt mondom, hogy mindenképpen VR szemüveggel játszatok, hogyha otthon magányosan érzitek magatokat bezárva este 8 és hajnal 5 között, de miért ne? Lehetne kipróbálni akár ezt is? Lehet, hogy segít. Mint ahogy az is segít, hogyha felveszitek a barátaitokkal a kapcsolatot, és akár online csináltok különböző akciókat. Most Vedres Balázs volt nemrég az egyik podcastben a vendégem, aki hálózatkutató, társadalomkutató, és ő mondta, hogy nagyon sokat segít az, hogyha 7900 pont sokkal rosszabb lett, mint Márknak. Ó, egek! Na nem baj, lehet, hogy nem kellett volna ennyit pofáznom, de 7900, hát jó, hát ez van. Ja, ez most már nem kell. Szóval, ja igen, azt mondta Balázs, csak hogy befejezzem ezt a történetet, hogy nagyon sokat tud segíteni, hogyha rég nem látott ismerősökre ír rá ilyenkor az ember. Nem tudom, hogy ebből hogy tudok kilépni. És az sokat tud segíteni a karantén frusztráción. Úgyhogy próbáljátok ki ezt is nyugodtan. Most leállítom a felvételt. És feltöltöm az adatbázisba a 7900 szerintem borzalmasan siralmas pontomat. De hát itt most nem is azon volt a hangsúly, hogy győzzük le a gyerekeket mindenképpen, hanem hogy játszunk egy kicsit, így virtuálisan velük is játszunk valamelyest, és hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet ebbe a szuper jó programba adományokat küldeni. Én biztos, hogy fogok most, hogy befejezem ezt a játékot, úgyhogy tegyetek itt ti is, hogy minél több gyerekhez eljussanak ezek az élmények,
és sokkal jobban meg tudjátok könnyíteni esetleg a gyógyulásnak a menetét. Na jó, ez volt a mai gameplay videó, hát nem valószínű, hogy sok ilyen lesz. Remélem, tudtam érdekességeket mutatni, mondani. Nem sokára találkozunk egy másik videóban. Sziasztok!